A tavalyi év október 13-ára kiírt önkormányzati választásokon Keszthely 6-os számú választókerületében szavazategyenlőség alakult ki a két jelölt között. Emiatt időközi választásokat kellett kiírni a városrész önkormányzati képviselőjének megválasztása érdekében. A jelölő szervezetek hétfőn délután 4 óráig adhatták le a jelölt állításhoz szükséges ajánlásokat a helyi választási irodánál. Ennek értelmében két jelöltre szavazhatnak a városrész lakói február 9-én. A helyi választási bizottság írta ki ugye tavaly évben az időközi választást Keszthely városában a 6-os számú egyéni választókerületben. Ebben a választókerületben 1812 fő választópolgár jogosult a választásra, és ennek alapján 19 érvényes ajánlást kellett a jelölteknek benyújtani ahhoz, hogy jelölté válhassanak. Dr. Gábor Hajnalkától megtudtuk, Sáringer Kenyeres Marcell a Fidesz-KDNP, Molnár Tibor pedig a Kéve színeiből indul az időközi választáson. A helyi választási iroda vezetője elmondta, a tegnap délutáni határidő lejárta után a helyi választási bizottság kisorsolta a jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendjét is. Az iroda vezető elmondta, a választópolgárok már megkapták az értesítést a voksolásról. A szavazási azonban a helyi választási irodának még számos teendője van. A helyi választási bizottság jóvá fogja hagyni a szavazólap adattartalmát. Most mi a tegnapi döntést megküldtük a Nemzeti Választási Iroda részére, ahol fogunk tudni majd kapni egy szavazólap mintát, amit majd a választási bizottság jóvá hagy. Ezt követően kerül sor a szükséges dokumentumoknak a legyártására fent Budapesten, és onnét fogjuk megkapni a szavazólapokat, egyéb dokumentumokat a választás lebonyolításához. Ugye rendeznünk kell a választás helyszínét, ez már kérelmet nyújtottunk be a tankerülethez, hogy ahol az eredeti helyszínt továbbra is igényeljük a választás lebonyolításához. Az időközi választáson az szavazhat, aki állandó lakóhelye rendelkezik a városrészben, vagy olyan tartózkodási helye van a választókerületben, amelyet a voksolás kitűzése előtt legalább egy nappal bejelentett. Mozgó urna igénylésére ezúttal is van lehetőség, ezt levélben február 5-éig, személyesen pedig február 7-éig lehet megtenni.